Üdvözlöm a kedves nézőket! Ez itt a Magyar Csillagászati Egyesület Csillagászati Ismeretteresztő műsorsorozata, a Magyar Titok Exkluzív, az MCE tagjai számára átnyújtott videós előadás sorozat, amiben magyar csillagászok által elért eredményeket dolgozok föl. Nagyjából 2-3 hetente egyszer, ugye a vállalásom 2023-ra, erre az évre az, az MCE tagjai összesen 16 darab ilyen videós műsort kapnak. Az MCE tagsághoz kedv csinálóként egyébként egy-egy hírt kiemelek azok közül, amit MCE elnökként itt bemutatok az tagok számára, mindenkinek elérhető formában, hogy a Kislászló Csillagász YouTube csatornán. Ebben a műsorban ismét 9 szakcikket dolgozok föl. Ezek az elmúlt néhány hétben jelentek meg az archív.org preprint szerveren, és az a legfőbb összekötő kapocs, hogy magyar vagy magyar intézményben dolgozó külföldi csillagászok fémjelzik ezeket a cikkeket, akár vezetőszerzőként, akár társszerzőként. A mai műsornak egy érdekessége, hogy valahogy a szupernovákhoz köze van szinte az összes cikknek, tehát robbanó, durranó, összeomló, széteső, felrobbanó, szétrepülő, mindenféle nagy energiájú csillaghalálról fogok mesélni, akár olyan csillagok kapcsán, amelyek majd szupernovákká válnak, akár olyan csillagok kapcsán, amik fel is robbantak, és próbáljuk kitalálni, hogy milyen volt az, ami előtte volt, ugye a szülőcsillag, előcsillag, progenitor, és egy kis csillagpulzációt is bekeverünk itt-ott. Nézzük, mit hoz ma az MCE a tagok számára a Magyar Titok videós sorozatban. Na de ha már ilyen közeli ez a szélkerék galaxis, 23 millió fényév, 20-25 nagyjából a valóságnak a elfogadható határa, akkor biztosan készültek róla korábbi fölvételek. Persze, természetesen ez a helyzet. És ha korábban is fotózták az emberek különböző eszközökkel, földi távcsövekkel, űrbéli eszközökkel az M101-et, akkor talán rajta is van a képeken a robbanás előtti szülőcsillag, előcsillag, idegen szakkifejezéssel a progenitor. És akkor fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy milyen csillag robbant fel a szélkerék galaxisba. És akár még nem csak a kérdést tudjuk föltenni, hanem még akár meg is válaszolhatjuk is. Szalai Tamás, a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, második szerzőként szerepel egy friss kéziratban, ahol megmutatják egy ilyen kisebb csoport munkájának eredményeként, hogy közel 20 évre visszamenőleg beazonosítható volt a progenitora az SN2023-IXF-nek, egész pontosan egy vörös szuperóriás látszik a korábbi spicceres és földi bázisú közeli infravörös szűrős CCD képeken. És ennek a majdnem 20 évnyi, kb. 19 évnyi adatsornak a hosszúsága és időbeli mintavételezése olyan, hogy nem csak a vörös szuperóriásságot lehetett megállapítani, hanem még ki tudták mérni a fényesség változásait is, és egyértelműen pulzáló vörös szuperóriás csillagnak adódott az SN2023-IXF-nek a progenitora. Pont olyannak egyébként, valamilyen szinten nagyon hasonlónak, mint amilyen a Betelgeuse, az Alfa Orionis, amiről ugye korábban beszéltem. Megnézzük, hogy milyen képekről beszélünk. Ugye a Spitzer fölmelegedett küldetésében 3,6 mikronon meg 4,5 mikronon tudott képeket készíteni. Ott lehet látni, a kis szakaszok mutatják, hogy igen, ott az a pontforrás az, ami nagyon-nagyon nagy pontossággal ugyanazon a pozíción látszik ezeken a korábbi képeken, mint a szupernova most a fölrobbanása után az M101-be. Az a csillag ott a progenitor. Ráadásul nem csak a Spitzerrel az űrből, hanem például a UK Infrared Telescope, a UKIRT távcsővel, ami a Hawaii-szigeteken egy JHK szűrőkkel felszerelt földi teleszkóp, meg ott azok a kis szakaszok jelzik azt a pontforrást, azok ott a progenitor képei megelőző időszakban. És ha megnézzük azt, hogy milyen fényesség ingadozást lehetett kimutatni, akkor itt lehet azt látni, hogy például a Spitzer 3,6 és 4,5 mikros adatsorában ott van nagyon szépen ez a hullámzás, ami pontosan annak felel meg, hogy amit várunk egy pulzáló vörös szuperórásnál, nagyjából 1100 napos
periódussal ingadozott. Hát ugye ebben az infravörös tartalma nagyjából majdnem fél magnitudós amplitudóval. Ismerve a Spitzerből, pontosabban ismerve a Spitzerből a periódusokat, a Jukert adatokba és a közel infravörösbe is beazonosítatok. Igen, az a kevés pont, az magába kevés lenne a periódus meghatározásra, de a Spitzerből ismert periódussal és fázissal összetekerve a dolgokat, ott lehet látni, hogy igen, még a Jukert adatok is konzisztensek ezzel a hullámzással, amit a pulzáló vörös szuperóriásként, hát fényességváltozás mutató csillag mutatott a megelőző években a robbanás előtt. Mindez ugye azért jó, mert össze lehet tenni a csillagfejlődési modelleket. Most még nincs erről szó, de egy idő után talán majd a pulzációs modelleket is ahhoz, hogy megnézzük, hogy milyen helyzetben van a Hershon-Russell diagramon ez a progenitor csillag még a robbanás előtt. Hát itt lehet látni, hogy azért a galaxis távolságát ismerjük, a látszófényességét kimértük, akkor innentől ki lehetett számolni az abszolút fényességét is. A progenitorunknak a luminozitása nagyjából 5,3 a logaritmusa, az 5 az a 100 ezer, a 0,3 az a 200 ezer, nagyjából 200 ezer nap luminozitású vörös szuperóriás volt, és ez egy érdekes kérdés, hogy akkor az 1100 napos periódus az tényleg milyen pulzáció, ha tényleg pulzáció. Ha valaha látod, kedves Molnár László, ezt a videót, mi várjuk tőletek a pulzációs modellezést. Mindenesetre egy nagy siker, hogy ilyen pontosan még a robbanás előtti két évtized változását is sikerült kimérni. Mindenesetre abból, hogy hol van a Hershon-Russell diagramon, azt is sikerült megbecsülni csillagfejlődési modellek felhasználásával, hogy olyan 20 naptömegű csillag robbanhatott föl, innen a Földről 2023. májusában megpillantható módon. Egy nagyon szép sztori. Szalai Tamás nekem azt írta, hogy ennek a cikknek lesz majd még folytatása, amikor a csillag körüli térségben azt a sűrű por és gázfelhőt fogják majd diskutálni a robbanás előtti adatokra alapozva. Azt a cikket ugyanolyan érdeklődéssel várom, mint ezt a fényességváltozást bemutató kéziratot. Eddig tartott a Magyar Titok második évadának 7. része, a Magyar Csillagászat Egyesület tagjai számára készített videós sorozat. Egyik hírt ugye ki fogom emelni a publikus videóban is, és hát remélhetőleg ezzel felkeltem az érdeklődést a Magyar Csillagászati Egyesületbe történő belépés iránt. Köszönöm szépen a figyelmet, akár az MCE tagjai néznek most éppen, akár a publikus egy hír nézője a YouTube csatornámon. Várok nagy szeretettel mindenkit a 8. résszel, nagyjából 2-3 hét múlva, tehát a Magyar Titok sorozat nyáron sem fog leállni. Viszontlátásra, viszonthallásra, sziasztok!